Az aladi viatlanok tiszteletére október 6-án megemlékezést rendezett Szerencsváros önkormányzata. Szerencs is bekapcsolódott az immáron 10. alkalommal megrendezett Országos Könyvtári Napok programsorozatába. Október 4-e az Állatok Világnapja. Ehhez kapcsolódva szerveztek programokat a szerencsi iskolákban és óvodákban. Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerencsi Városi Televízió híradóját látják. Az aradi véletlenok tiszteletére október 6-án megemlékezést rendezett Szerencsváros önkormányzata. 166 éve 1849. október 6-án végezték ki Aradon a Magyar Forradalom és Szabadságharc 13 honvéd tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány volt miniszterelnökét. A Kossuth téren megtartott eseményen Csajoszki Szabolcs görögkatolikus parókus tartott ünnepi beszédet. Mint mondta, a véletlenük véréből megújul a nemzet, megújul Európa, és a véletlenük véréből mi is bátorságot nyerünk. Hangsúlyozta, az aradi hősök a mindenséghez mérték magukat, és fontos, hogy ez a gondolat a fülünkben csengjen. Azt hiszem, hogy ők a mindenséghez mérték magukat. A mindenséghez mérték magukat. Kell, hogy a fülünkbe csengjen ez a gondolat ma, Európában, amikor azt próbálják velünk elhitetni, hogy a mindenség, az igazság, a hit, a nemzet, a család, a haza, az Isten, az mind csak relatív fogalom. Az ünnepségen ezután a Szerencsi Szakképzési Centrum diákjai adtak műsort. A világosi fegyverletétel után sötétbe borult Magyarország. Akit bűnösnek tartottak, hajnó legyilkoltattak. A börtönök megteltek, a tiszteket lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták. Megalázó beosztásukban éveket töltöttek. Az önkormányzat nevében Koncz Ferenc polgármester és Barva Attila jegyző helyezett el koszorút a 13 aradi véletlenú kopjafáinál, majd ezt követően az intézmények vezetői, politikai pártok és civil szervezetek képviselői tisztelegtek az aradi véletlenük emléke előtt. Az október 6-ai tiszteletadás az Arad utcán lévő márványtáblánál koszorúzással ért véget. A közel-keleti háborús konfliktusok miatt soha nem látott népvándorlás indult el az európai országok felé. A folyamatnak még csak a kezdetén járunk, az utánpótlás bőséges, milliók készülnek az útra. Erről beszélt dr. Mennyi Roland, fideszes országgyűlési képviselő egy múlt heti tiszaújvárosi sajtótájékoztatón. A politikus szerint hazánkban kétfajta politikai irányzat létezik. Az, amely meg akarja védeni Magyarországot, a magyar embereket, meg akarja őrizni nemzeti kultúránkat, a másik pedig, amely valamilyen megfontolásból ez ellen dolgozik. Mennyi Roland azt mondta, a magyar kormány ezért egyértelmű lépéseket tett. Elkészült a szerb-magyar határszakaszon a műszaki határzár, bevetik a rendőrséget és a hadsereget, de elkészültek azok a jogszabályok is, melyek lehetővé teszik, hogy az ország megvédhesse határait. Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a magyar kormány döntéseit már vezető nyugat-európai politikusok is dicsérik. Nélkülözhetetlen volt, hogy csináljunk egy olyan nemzeti konzultációt, amelyben megmérjük az embereknek a véleményét. Mert ugye nekünk azt szerint kell eljárni, ha a politikában azt mondja a magyar emberek többsége, hogy erre egy ilyen választ kell adni, akkor furcsa helyzet állhat elő. Hál' Istennek a magyar emberek azt a választ mondták, és ennek megfelelően jár el most a kormányzat, hogy az embereket, Magyarországot meg kell védenünk. Ezt akarják az emberek. Ezt tesszük most. Két közúti baleset is történt a héten a Tája és Mád közötti útszakaszon. Hétfőn egy Suzuki 17 éves abói szántói vezetője Mád felé haladt a 39-es számú főúton, ahol egy kanyarban nem az útszakasznak megfelelően választotta meg járműve sebességét. Az autó egy vízelvezető árokba sodródott, majd fának ütközött. A fiatalembert a mentők megfigyelésre a Miskolci megyei kórházba szállították. Nem messze ettől a balesettől egy másik Suzuki teherautóval ütközött. A személyautó vezetője nem adta meg az elsőbséget a szabályosan közlekedő teherautónak, emiatt történt a karambol. A baleset során a tehergépjármű egy vízelvezető árokba lökte a személygépkocsit. Az autósofőrjét a mentők fejsérüléssel szállították kórházba.
Október az idősek hónapja, október 1-e pedig az idősek világnapja. Szerencsén ismeretterjesztő előadással indult a programsorozat, ahol dr. Imre Sándor gerontológus az idősödő társadalomról beszélt. Az eseménynek szerdán a Rákóczi Várszínház terme adott otthont. Az életkor előrehaladásával még az egészséges szív teljesítő képessége is csökken. A 60 éves emberi átlagosan körülbelül fele akkora, mint 30-40 évvel azelőtt önmagáé. Többek között erről beszélt előadásában Imre Sándor gerontológus. A professzor szerint sok idős mégis csodálkozik azon, hogy már nem bír olyan mértékben fizikai munkát végezni, mint fiatal korában, pedig ez teljesen természetes jelenség. Az előadást közel 80 idős kísérte figyelemmel. Számomra nagyon-nagyon sok újdonság hangzott itt most el. Én azt is mondhatnám, hogy egy kicsit tömény volt. Szóval nagyon sok érdekes új dolgot hallottam én jó magam is, de a lényeg azért benne volt, és azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára érthető is volt. A professzor szerint a hosszú élettitkát az idős emberektől lehet a legjobban megtanulni. Mint mondta, nagyon fontos, hogy aktív időskorban sem szabad elhagyni magunkat, új lehetőségeket, új kihívásokat kell keresni. Aktív időskor az nem azt jelenti, hogy folytassuk az addigi tevékenységünket, ameddig csak élünk, hanem újuljunk meg. Tudjunk új témát változtatni, új lehetőségeket megkeresni, új munkatársakat találni, ehhez érezzünk bátorságot, bizalmat, és legyen a kapcsolatunk talán még erősebb bizonyos területen, mint addig életünkben volt. Szóval ez egy új korszak, egy új aktív korszak az életnek. Ez a mottója az egész aktív időskornak. A gerontológus részt vett egy felmérésben, mely keretében több mint 390 évnél idősebb embert vizsgáltak és kérdeztek meg. Mint kiderült, a szépkorúak egész életükben szerettek dolgozni, mindig mértéket tartottak, és sose estek kétségbe, nem éltek stresszes életet. Szerencs is bekapcsolódott az immáron 10. alkalommal megrendezett országos könyvtári napok programsorozatába. Az esemény célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a könyvtárakra és az olvasás szeretetére. Az egész hetes programsorozaton tavaly közel 5000 eseményt kínáltak 230 000 embernek országszerte. Ez a kiemelkedően magas szám a hazai könyvtári rendszer összehangolt működésének, az egyre tartalmasabb együttműködéseknek, valamint a könyvtárak összefogásának köszönhető. A könyvtári napok alkalmából ismeretterjesztő előadásokon vettek részt a gimnazisták. A diákok a kódexek készítési folyamatát ismerhették meg. A mai előadáson a kódexekről volt szó, ami nekem nagyon tetszett. Én magam is nagyon sokat szoktam olvasni. Sci-fi filmeket, Harry Pottert, vagy általában Leslie Ramos a vérfarkas visszatér. Egyik kedvenc könyvem volt, sokszor kiolvastam már. Kazsik Marianna könyvtáros szerint fontos, hogy a gyerekek megtanulják, a régi magyar írás folyamata hogyan indult el és hol tart ma. Az előadáson szóba került az egyik leghíresebb magyar kódex is, a Bibliotéka Corviniana. Ezek a kódexek az egyik Mátyás királynak a Bibliotéka Corvinianájának a reprint kiadása, egy ilyen összefoglaló gyűjtemény. Tulajdonképpen eredeti kódexet azt nem tudunk ugye mutatni, mert ezek a kódexek nagyon értékesek, és inkább a budai várban tekinthetők meg, az a néhány, ami megmaradt belőlük. Ezek már reprint kiadványok, amik megpróbálják illusztrálni, visszaadni azt, ahogyan ezek a kódexek kinéztek. Az előadások és a játékos foglalkozások nem csak a gimnazistákat vonzották. A helyi óvodások is ellátogattak a Rákóczi Vár könyvtárába, ahol játszóházak és kézügyességet fejlesztő feladatok várták őket. Van itt tök mag, borsó, lencse, azokat ragasszuk a papírra. Október 11-én a könyves vasárnapon a könyvtárok rendkívüli nyitvatartással, rendhagyó programokkal, sokféle meglepetéssel várják a látogatókat. A kisgyerekes családok fogadására mesékkel, gyerekdalokkal, izgalmas játékokkal, bábműsorokkal készülnek országszerte a könyvtárak. A szüret kezdetét jelképező tokai szüreti napokon rendezték az elmúlt hétvégén a polgármesterek bora szőlőátadási ünnepséget. A térség önkormányzatai egyenként 2 mázsa szőlőt és 20 kiló asztószemet ajánlottak fel, amelyből a Tokaj Kereskedőház ZRT elkészíti a kereskedelmi forgalomba nem kerülő, kizárólag reprezentatív célokat szolgáló polgármesterek borát. A borvidék egyik legnagyobb szüreti eseményén zenés felvonulás csalogatta a látogatókat Tokaj főterére. Posta György polgármester és Gál Péter helyettes államtitkár a tokai borvidék méltatása mellett az eredetvédelem fontosságát hangsúlyozta.
Dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő pedig a világszerte ismert tokai borról beszélt. A Tokaj Kereskedőház ZRT 16. alkalommal készíti el a polgármesterek borát. Az idei évjárat valóban nagyon jónak néz ki. Egyenlőre amit megállapíthatunk az az, hogy csodálatos érett állapotba érkezik be a szőlő, nagyon jó minőségű, nagyon magas mustfokú szőlőtermésünk van a melegnek köszönhetően. A tokai szüreti napok keretében a borvidék 27 településének vezetői, közöttük Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere szimbolikusan összeadták az önkormányzatok által szüretelt szőlőt, amelyből a következő esztendőben elkészül a polgármesterek bora. Betakarították a város szőlőjét a múlt héten. Szerencs néhány évre ajándékba kapta a 804 szögeles szőlőterületet. A növények gondozását a Szerencsi Városgazda Kft. Végzi. A régi borvidéki hagyományt őrizve szervezte meg a születet idén a Szerencsi Városgazda Kft. A munkára meghívta a polgármesteri hivatal és a járási hivatal dolgozóit, de ott voltak a helyi intézmények, szervezetek vezetői is. Tokaj hegyalján régen is működött egy úgynevezett diplomata szület, ahová minisztereket, államfőket, híres közéleti személyeket is meghívtak. A Városgazda Kft. Ezt az ötletet ültette át helyi szintre. Az önkormányzati cég mintegy 20 mázsa termésre számít, amit értékesíteni szeretnének a közeljövőben. Tokajhegy alján régen is működött az úgynevezett diplomata szüret, ahova minisztereket, államtitkárokat, híres közéleti személyiségeket meghívtak. Mi azt gondoltuk, hogy kicsibe ezt lemásoljuk, úgyhogy ide a Szerencsváros önkormányzatának intézményvezetőjét, igazgatóit, önkormányzati dolgozókat, járási hivatal dolgozóit meghívtuk. Második alkalommal rendezték meg Szerencsen az Aranyfakanál főzőversenyt. Az október 1-i összejövetelen a város intézményei, hivatalai, civil szervezetei mérték össze szakácstudásukat. A finom ételek mellett kulturális programok tették emlékezetessé a Vidám programot. Ez a főzőverseny folytatása az Idősek havában a Szépkorúak tiszteletére szervezett műsornak. Mondta a program megnyitóján Koncz Ferenc polgármester, köszöntve a résztvevőket. A megmérettetésre 13 csapat nevezett, a legtöbben tradicionális magyar ételekkel készültek. Tradicionális ételek készülünk, Zemplén kapujában vagyunk, egy úgynevezett pincegújással készülünk, ezt többféle húsból készítjük el. Egy egyszerű gulyáslevessel készültünk, igaz, hogy az gulyás ágyúba készítjük. A recept az nagyon titkos, volt katonák csinálják. A gulyás ágyúba csak katonák dolgozhatnak, főzhetnek. A bírák 13 ételből választották ki a három legjobbat. Az aranyfakanalat a Szántói Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet csapata kapta, akik pincepörköltet készítettek. Második lett a Szerencsi Polgármesteri Hivatal, a harmadik helyen pedig a Szerencsi Járási Hivatal végzett. A Szerencsi Rászorultakért Alapítvány összesen 60 ezer forintot ajánlott fel az első három helyezettnek. Soha nem azon múlik az adakozás, hogy milyen nagy az értéke, hanem örömmel tesszük apró és az idős embereknek, a rászorultaknak, igenis tudunk nagy-nagy örömet szerezni. A második aranyfakanál főzőverseny a finom ételek mellett kulturális programokkal is várta az érdeklődőket. Október 4-e az Állatok Világnapja. Ehhez kapcsolódva szerveztek programokat a szerencsi iskolákban és óvodákban is. A program célja és üzenete ezúttal is az volt, hogy harmóniában kell élni a minket körülvevő élőlényekkel és a természettel. Október 4-én Assisi Szent Ferencre, az állatok védőszentjére emlékeztek világszerte. A helyi iskolák aulájában a gyerekek elhozhatták és be is mutathatták egymásnak a saját kis házi kedvencüket. Mikey-nak hívják, nagyon kedves, nagyon játékos kutya. 3 éves lesz most novemberben, úgyhogy szereti a gyerekeket. A Bolyai iskolában a kedvenc a nyúl és a kutya volt. Örök kérdés maradt, hogy létezik-e vajon kutyamacska barátság. A gyerekek szerint igen. Náluk van, úgy néz ki, mivel sosem bántják egymást, megszokták. Ilyen egyszerűen nagyon szeretik egymást. Hát szoktak együtt játszani, együtt vannak minden nap, mindenhol. A Rákóczi iskola udvarán a gyerekek kipróbálhatták a lovaglást is, sőt a paripákat akár kézből is etethették. Sokan most ültek fel először lóhátra. Nagyon jó volt, nagyon tetszett, és szerintem a következő Állatok Világnapján is lehetne ilyet csinálni. A világnapi rendezvényen a gyerekek közelebbről is megismerkedhettek több vadon élő állattal is.
Az iskolában a kedvenc a héja volt. A diákok az előadásokon kérdéseikre is választ kaptak. Az intézmény igazgatója szerint fontos, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek az állatokhoz, valamint hogy megismerjék és tiszteljék a természetet. Azt gondolom, hogy az ember egy érző lény, és az állatokkal való közös tartás és a gondoskodás is egy kicsit közelebb hozza a gyerekeket mind egymáshoz, mind pedig egy kicsit felelősségtudatot ébreszt bennük. Én fontosnak tartom ezt, és úgy gondolom, hogy minél több ember egy kicsit odafigyel ezeken a napokon, viszont nem csak ezeken a napokon kellene, hanem az év valamennyi napján ezekkel a kis állatkákkal foglalkozni. Az Állatok Világnapja szerencsén is sikert aratott a gyerekek körében. Az iskolák jövőre is megrendezik e jeles napot. Sporthíreink következnek röviden. Három gólos hazai győzelemmel zárult a Szerencs VSE női futballcsapatának hétvégi mérkőzése, ahol a lányok az Edelény csapatát fogadták vasárnap. A Kulcsár Anita sportcsarnokban a hazai játékosok már a mérkőzés elejétől nyomás alatt tartották a vendégeket, ami végül a sikert is meghozta a csapat számára. Takás László edző szerint a lányok folyamatos magabiztos támadásainak köszönhető az eredmény. Szerencsváros sportegyesületének női labdarúgó csapata magabiztosan várja a második helyről a folytatást. Az ötödik fordulóban Kurityán labdarúgó csapata érkezik Szerencsre. A találkozó október 10-én 11 órától kezdődik a szerencsi Kulcsár Anita sportcsarnokban. A Sárospatak csapatával játszott hétvégén a Szerencsváros sportegyesület labdarúgó csapata. A megyei első osztály 8. fordulójában sem született meglepetés a szerencsi futballszorkolók számára, ugyanis a mérkőzés 3-3-as döntetlennel zárult. A Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen megtartott találkozót mintegy 200 szurkoló kísérte figyelemmel. A mérkőzés nehezen indult, ugyanis az első fél időben a hazai védelem szinte teljesen összeomlott. A vendégek már a 21. percben 3 gólos előnyre tettek szert. Negyed óra elteltével Erdei Zoltán gólja betalált a vendégek hálójába, így 3-1-es állással vonultak szünetre a csapatok. A második félidő első részében azonban állójáték alakult ki, a szurkolók hangot is adtak elégedetlenségüknek. Gombos Ádám a 63. percben gólt lőtt, majd 10 perccel a lefújás előtt ismételten betalált a sárospatakiak hálójába. A mérkőzés 3-3-as döntetlennel zárult. A Szerencsi VSE asztali tenisz csapata október 3-án hazai pályán fogadta az Úzdi VSE gárdáját. A Hunyadi sportcsarnokban megrendezett találkozón a korábbi mérkőzéseken tapasztalt negatív trend pozitív irányba fordult, ugyanis a szerencsi csapat 10-8-as hazai győzelmet aratott. Csorba István edző szerint a mérkőzés elfogadhatóan indult, mert a két páros meccsből csak az első számú Úzdi 2-s tudott Szerencs ellen nyerni. A mérkőzés kiegyensúlyozott volt, mivel hol az egyik, hol a másik csapat vezetett 1-1 ponttal. A véghajrában azonban a szerencsiek újult erővel és taktikával felül tudtak kerekedni az Úzdiak gárdáján. Csorba István szerint jó volt látni, hogy az egyéni mérkőzések is csapatként működtek, mert a játszmák szünetében egymást bíztatva, egymásnak tanácsot adva sikerült megnyerni a mérkőzést. A találkozó előző két hazai vereség után szerencsi sikerrel zárult, ami egyúttal az első győzelmet is jelenti az NB2-es bajnokságban. Ez volt a Híradó október 9-én. Műsoraink megtalálhatók a Szerencsi Városi Televízió Facebook oldalán, valamint Twitteren is a legfrissebb helyi hírekkel és sajtóközleményekkel együtt. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!